Üdvözlet mindenkinek, itt egy Robika 1001-es pmnradio.hu, sziasztok! Egy Baofeng pici rádiót szeretnék nektek bemutatni, a Baofeng BFFT típusú kis rádiót, amihez van egy kis mobil egység is. A rádió az egy kisméretű rádió, ami egy koppintás, egy motorból kompatibilis DMR rádiónak a koppintása külsőre, tehát semmi digitális nincs a rádióba, max nem az, hogy DSP-s rádióról van szó, tehát hiába van az alján, hogy digitál rádió, ez egy normál analóg készülék, tehát a külsejét azt szépen lekoppintották. Extra a készülékbe az, hogy kicsike, micro USB csatlakozó van az alján, amit itt láttok, egy micro USB csatlakozó, és ezen keresztül lehet tölteni, ezen keresztül lehet programozni a rádiót, tehát a micro USB csatlakozón keresztül lehet programozni a rádiót, és most tök jó kis üdött a napocska, és nem fogunk semmit se látni a videóból. Na, tehát pici tenyérbe mászó készülék, tetején a bekapcsoló gomb, házzal egybeépített antenna, antenna tövébe egy nyakpántnak való rögzítés, egy elég nagy kijelző, kezelőszervek, headset csatlakozó, ami egy Baowu 3R Mark 2-esnek a headset csatlakozója, tudomásom szerint. Készülék másik oldalán, tehát a készülék bal oldalán van a PTT gomb és egy SOS gomb, ami több funkciós gomb is egyben. Tehát teljesítményváltást lehet csinálni az SOS gomb és a bekapcsoló gombnak a használatával együtt. Mit kell még tudni a készülékről? A készülék UHF-es, tehát 400-tól 470 MHz-ig megy, de gyárilag a rádió, a gyári programozásba ugye a 20 memóriájával csak a kínai PMR csatornákat tudja kezelni, úgyhogy át kell programozni a rádiót, ki kell nyitni, hogy tudjon PMR csatornán is működni, vagy esetleg más frekvenciákon. Egyszerű menüje van neki, tehát még egyszer mondjuk el, a rádióban van 20 darab memória, és ezt tudod használni. Nincs benne VFO, nem tudsz frekvenciát beütni rajta, nem tudsz állítani rajta semmit, ezt a 20 darab memóriát fölprogramozod frekibe, és akkor ezeket használod. Utána még a rádióba lehet a menübe állítani, megjegyzi azt, hogy hol volt a menüje. Most átkapcsolom az elejére, hogy lássuk. Tehát itt zajzárat lehet állítani az első menüpontba, kijelzővilágítást lehet állítani, egy billentyűhangot lehet állítani, voxot, tehát van benne vox is, ugye hangra indulást lehet állítani, voice, van rajta menü, hang, ami angol vagy kínai, bődületesen hangos, megkapcsoljátok be. Van rajta ugye az alarm funkció, ezt megint a billentyűvel lehet előhozni. Tot, ugye adásidőkorlát, a scan funkciót lehet állítani, ugye a szokásos tot, co vagy se funkcióval toton hagyjuk. Tehát ez is a programozásnál, ha a memóriákba bekapcsolom azt, hogy benne legyen a scanbe, akkor működik, amúgy nem fog, tehát kihagyható. Really funkció, BCLO, beállítás, ez az STL funkció, RX kód vagy TX kód, tehát lehet használni a készüléken az éppen aktuális memóriát, azt átállíthatom, hogy milyen kód legyen a rádión, CTCSS vagy DC kód, ugye Wide Narrow funkció, ez most Narrow-on van. SQL, tehát a zajzár, megint visszaértünk az elejére, tehát egy 14 menüpontos menüről van szó. Miben érdekes ez a készülék? Tehát amiben érdekes, az maga a mérete, a kialakítása, tehát hasznossága, ugye az az USB töltés, fogom micro USB telefont, bedugom és tudom tölteni. Egy 3,6-os lítium aksi van benne, 3,7-es lítium aksi van benne, 4,1-ig töltődik, tehát egyszerűen nem levető hátlap, csak csavarokkal. Tehát egy ilyen kék fóliás lítium-ion akkumulátor van benne, hiszem 1500 mAh-es.
Nagyon hangos hangszórója van, külön mikrofon, szép a hangja, erről volt egy audio teszt, de majd ezt is ide belinkelem, és ugye van egy lámpánk is még a rádió tetején, tehát ez a BFT1 típus ez ilyen, és mi foglalhatja el ezt a sok memóriát, amivel a VFO-t vagy egyebeket lehetne kihozni, vagy a többit, mondjuk ami az UV3R-ben van, hát az, hogy össze tud kapcsolódni egy mobil egységgel, ami 15 wattos papírforma szerint, de majd kiméregetem. A mobil egységhez kapunk egy mic-ot, amit hogyha beállítunk a rádión egy frekvenciát, bekapcsoltuk a rádiót, és az utoljára használt frekvenciát ő megjegyzi, és a hozzá bedugott mic-kal lehet használni, vagy pedig a rádugott készüléket tudjuk használni. Tehát most ez a PMR 8-as csatornán van, és a készüléknek a hátulján itt van egy DC-in ajzat, 12 voltnak, van rajta egy külső hangszóró csatlakozó, van rajta egy USB port, jobban mondva kettő, meg az antenna csatlakozó, ami egy SM antenna csatlakozó, ezt ugye be tudjuk dugni a szívó gyújtóba, vagy a csomagban volt egy csupasz kábel, úgyhogy az fixen be is lehet kötni. Én ezt most bedugom, csak úgy a próbaképpen, és megnézzük, hogy mit csinál. A mágnes talpost azt felrakom ide a lámpa tetejére, ez nekem most maradjon itt. Betekerjük neki a kábelt, és igaz, hogy én most itt benne a lakásban egy picit árnyékban vagyok, de megnézzük, hogy a papagáj mit csinál. Hát kihúzom a rádiót, látjátok, itt van egy kis kéz, nem tudom mennyire tudom megmutatni, tehát egy ilyen összefogott kéz, mintha kezet fognánk valakivel. Ez a link funkciónak a jelölése, hogy összekapcsolódott a rádióval. Hát én magammal beszélek meg a kamerával. Most lehúztuk a link funkciót, el is tűnt, és itt a rádión is az ext funkció eltűnik. Hát most visszadugjuk. Visszadugom, megjelent a link funkció, megjelent itt is a funkció. Állítok egy hangerőt, és most nem a rádió hangszórója fog szólni, hanem a mobilegységnek a hangszórója. Meg is szólalt a mobilegység hangszórója. Breki, breki, rádió, próba, tapolcai PMR papagájra. Ilyen hangja van, ez a legkisebb, hát nem a legkisebb hangerő, ez egy ilyen negyed hangerő. Lassú a zajzár nyitás, de hát nem egy komoly rádióról van szó. Viszont praktikusság az maximális, tehát most beszálltam az autóba, beraktam a mic-ot azon a hangszórón, vagy azon az egységen, azzal az egy frekvenciával beszélek, ezt pedig levettem, kicseréltem a mic-ot, és viszem magammal a kis rádiót, és ugye a csomagban két kis rádió van, tehát igazából három rádió van. Van egy mobil rádiónk, ami azon az egy csatornán üzemel, meg van két rádiónk még pluszba, amit kézbe tudunk magunkkal vinni. Úgyhogy Baofeng érdekesség, koppintás, másolat és mindenféle új ötletek. Hasznos, hogyha bolond biztos rádió kell, meg másod rádió, tehát én úgy gondolom, hogy ez inkább egy ilyen másod rádiónak, vagy olyan helyre jó, ahol tényleg csak elég az egy csatornának, vagy annak a 20 csatornának a memóriának a használata. És ugye pici, mert pici antenna, tehát ebbe a kategóriába egy ilyen készülék. Na, hirtelen ennyit a rádióról, BFT1, PMRradio.hu, Robika 1001, sziasztok!